De ez akkor jelenti-e azt, hogy nem lesz többé olyan lista, amin Gyurcsány Ferenc és Donát Anna neve együtt szerepel? Jelenleg egyáltalán nem tartunk ott. Most ezt elég nehezen elképzelhetőnek tartom. Igen, igen. És a múltkor is nagyon-nagyon nehezemre esett arra, hogy egy ilyen lista felálljon. Tehát, hogy miért higgye el a választó, hogy most nem lesz majd előtte egy olyan választói akarat? 2022-ben rengeteg olyan választó volt. Saját maguk is azt mondták, hogy orrbefogva kormányt váltunk. Meg rengeteg miért olyan vitatjuk volt, aki el, azért hogy rengeteg ment olyan el. Politikus volt, aki orrbefogva ráment arra a listára. Én nem szeretnék többet orrbefogni.